Vidáman kergetőznek a ragyogó napsütésben a vadkutyák a győri Szantusz János állatkertben. Bár a hőmérő higanyszála mínuszokat mutatott, több állat is élvezte a téli napfürdőt. Igaz, a járványügyi intézkedések miatt a látogatók előtt egyenlőre zárva van a park, de az állatok gondozása ettől még folyamatosan zajlik. Volt már hidegebb téli időjárás is nálunk. Sokan azt gondolják, hogy ilyenkor az állatkertben teljesen megáll az élet, és egy állat sincs kint a kifutójában, bennül a meleg helyen. Ez a tért nincs teljesen így, ugye eleve vannak olyan fajok, akik rendkívül jól viselik ezt a hideget, viszont akik melegigényesek, ők is kilátogatnak a kifutóba. Például az oroszlányainknál is ilyenkor ugye fűtött házukban tartózkodhatnak, de kinyitjuk nekik az ajtót, és kimerészkedhetnek rövid időre a kifutóba. Most is nagyon élvezik ezt az időt, és kint napoznak. Természetesen akadnak az állatkertben olyan fajok is, akik nem igazán kedvelik a mostani hideg időszakot. Ugye most sajnos zárva vagyunk, tehát amúgy sincs látogatónk, viszont aki télen érkezne az állatkertben, mondjuk a törpevízilókat nem tudja ilyenkor látni, ugye nekik szükségük van a melegre, illetve a szárazföldi teknőseinket se, az arapapagájukat sem. És ugye előbb voltunk benne a csimpánzházban, és láttuk, hogy a kis csimpánzok is benn vannak. Most velük mi a helyzetet? Ők végig benn vannak, vagy esetleg kijárkálnak? Igen, az idei éppen készült el az új emberszabású házunk, vagy hát az átalakított emberszabású ház. Ugye ez egy nagyon szép tágas tér, rendkívül sok játszófával, mászófával. Nagyon-nagyon élvezik a csimpánzok, ők ilyenkor bent tartózkodnak, viszont ha egy picit jobb az idő, tehát ha már pluszok vannak, süt a nap, akkor ők is nagyon szívesen kijönnek a kifutóba. A csimpánzok jelenleg biztonsági okok miatt nem használhatják kifutójukat, hiszen a hidegben befagyott az azt szegélyező víz, amin keresztül könnyen kiszökhetnének. Füsi kis Aliz azt is elmondta, hogy a parkban egy pillanatra sincs megállás, a munka gőzerővel zajlik az állatkerti színfalak mögött. Az állatkert ugye így zárt kapuk mögött is ugyanúgy üzemel, tehát ugye az állatkert lakóit mindig el kell látni, etetni, gondozni kell, úgyhogy a kollégáink ilyenkor ugyanúgy végzik a dolgukat, illetve különböző háttérmunkákat, karbantartási feladatokat és fejlesztési munkákat is végzünk. Ha ezekben a hetekben nem is a látogatók szemei előtt, de azért folyamatosan zajlik az élet a győri állatkertben, ahol abban bíznak, hogy minél előbb fogadhatnak vendégeket, és a látogatók vidám nevetésétől lesznek hangosak a park sétányai.